Az Én Hős Akadémia második évada azzal kezdődik, hogy hőseink beneveznek a harcművészetek nagy tornájára, mivel a készítők valószínűleg úgy gondolták, hogy az előző évad izgalmai után itt most tét nélküli összecsapásokra kell fordítani az időt. Miután Bakugan triggereli az egész iskolát, a diákok korcsolyázásban mérik össze az erejüket, viszont egyikük se tudja, hogy ez mégis hogy működik. Deka azonban elsőként röpteti be magát a célba, amit rögtön megbán, amikor is megtudja, hogy az a második próbatétel, hogy a nyertest minden versenyzőnek meg kell gangbangelnie. It's raping time! Főhősünk csapatát így érthető módon mindenki kerüli, nehogy a sorsára jussanak. Láthatóan még a waifuja se teljesen biztos a dolgában. Szerencséjükre azonban a segítségükre siet a teleshopos lány, Hatsune Miku, akinek az a különleges képessége, hogy fizetett promócióval tömi tele az összes epizódot. Végül kezdetét veszi a harc hősünk ártatlanságáért, és bár madár személy elszántan védi Dekát, azonban sajnos belelépnek a szőlőfürt fejű kanos törpe trutyjába. Végül Deka átvészeli ezt a tortúrát, amitől annyira megkönnyebbül, hogy belezokogja magát a földbe. Minden csoda eközben hergeli a Balrog fatert, aki meg jégvarázs Zuko agyát húzza, hogy kezdjen már Little Inferno Real Life-ot játszani, de a srác olyan tag, mint Kurosaki Ichigo, hogy a krónikus vesztési kényszerben szenvedő ellenfeleinek kell kikönyörögnie az ütőkártyájának használatát. Az izgalmak időközben folytatódnak, miközben a szőlőfürt fejű kanos törpének szorulása van, addig a retard Pikachu boy kikap méregcsóktól, az antigravitációs Kirby waifu meg Bakugantól, ami a rajongóknak valahogy elég volt ahhoz, hogy megszülessen a világ egyik legrosszabb sípje. Végül a harcművészetek nagy tornáját Bakugan nyeri meg, azonban időközben veszettséget kap, így nem egyszerű átadni neki a díjat. Minden csoda ezt követően megkéri Dekát, hogy látogassa már meg az idősek otthonában az egykori mesterét, aki főhősünk édesanyjához hasonlóan a krónikus összemenő szindrómában szenved. A szőlőfürt fejű kanos törpe pedig megtanulja, hogy nem minden dögös waifu jó waifu. Na 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 ta 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 ta. Azonban nem is sejtik, hogy a közelben ólálkodik egy vérszomjas mutáns tini ninja teknőc, akit hőségnek ugyan sikerül legyőznie, viszont a harc után a Blöki Police megdorgálja őket, hogy ugyan ne bántsák már a gonosztevőket, hanem legközelebb hagyják, hogy azok megöljék őket. Davy Jones Tentacle Hentai-ban akarja részesíteni a családbarát Liker barátnőjét, de Badass Pufóka mindent megold. Deka még gengel egyet a kézarcú idegen lénnyel, aki gonoszul megtaperolja főhősünket, azonban szerencsére az antigravitációs Kirby waifu résen van, és meghiúsítja a kialakulóban lévő yaoi momentet. Hősénk ezt követően iskolai táborba mennek rosszul létig zabálni magukat, nagyon cuki és kevésbé cuki cicalányok társaságában, ahol megismerkednek az idegbeteg Herrere csentő Dino Sotával, akinek jó voltából Deka szerepet kap a Kéztökön térdelés eheti adásában. Egyébként a csintalan lurkorról annyit kell tudni, hogy kb. Ugyanaz a karakter, mint a Naruto eleje tájékán szereplő családbarátabb társa, azzal a különbséggel, hogy olyan nézése van, hogy attól még Sotakiet is átpártolna a lolikra. Azonban nem is sejtik, hogy egy csapatnyi gonosz cosplayer szét akarja barmolni a tábort. Köztük van a Blue Exorcist-es zombi husband, egy ghoul yandere lány, egy normálisabb külsejű tini ninja teknőc, Hiruko Kagetane, kifakult Deadpool, a maszkos izomtibi és a veszedelmes kényszerzubbonyos hódember, akinek láthatólag nincs karaktere, tehát hőseink valószínűleg őt fogják most legyőzni. Miközben madár személy már csak árnyéka önmagának, addig a ghoul yandere lányról kiderül, hogy olyan fiúk jönnek be neki, akik össze vannak verve. Milyen furcsa lehet egy ilyen lányjal járni. Most gondoljatok bele, hogy valahányszor randira mentek vele, a találka előtt mindig tükör elé kell állnotok és párszor behúznotok magatoknak. Azonban sajnos Bakugant elrabolják a gonoszok, amitől Deka teljesen összeomlik, ami érthető.
Most komolyan, fiúk, lányok, el tudtok annál szörnyűbb dolgot képzelni, mint hogy az a srác, aki a suliban állandóan szemétkedik veletek, aki állandóan bánt, aki állandóan terrorizál, egyszer csak eltűnjön, és ne kelljen többet találkoznatok vele. Deka ennél szörnyűbb dolgot úgy látszik nem tud elképzelni. Kirishima kezet akar fogni Dekával, mivel nem veszi észre, hogy töröttek a karjai. Hőseink cseppet sem feltűnő cosplayben vágnak neki Bakugan megmentésének, azonban feleslegesen sietnek, mert kiderül, hogy a gonoszoknak igazából egy fikarcnyi esélye sincs, ha nem gyerekekkel harcolnak. Azonban feltűnik a gonoszok fejese, mindenki egyért, aki gyorsan megoldja, hogy ne érjen véget itt a történet. Minden csoda összecsap a nemezisével, akit miután taknyán tenyerel, kiderül róla, hogy egy kigyúrt Slenderman. Azonban megtörténik a legrosszabb, vagyis minden csoda karakter grafikája váratlanul elromlik, mivel az őt rajzoló szakember felmond. Azonban szerencsére a rajzoló még vállal utoljára egy kis túlórát, és az emberünk egyik kezét megrajzolja normálisan, így minden csoda megnyeri a harcot, aki ezt követően közli, hogy mostantól harcoljon az, akinek normális a karakter grafikája. A készítők ezt követően úgy érezték, hogy az elképesztő izgalmak után most ismét tét nélküli akcióra kell fektetni a hangsúlyt, így hőseink részt vesznek a játék határok nélkülben. Így több új karakter is feltűnik. Deka például találkozik a jövőbeli ényével, meg a Yetivel, meg a nagyajkú waifuval és a beton lefejelő kunnal. Eközben már majdnem romantika van, azonban Deka waifujáról kiderül, hogy ő valójában a nagyajkú lány, akiről meg kiderül, hogy a Gohu Yandere lány. Ki tudja ezt követni? Megami Psycho hidegre teszi a csapat egy részét, míg sokan mások meg trutymó genyóvá változnak. Szápeti komoly feltörést okoz hőseinek, de végül Dekáig megszerzik a hős jogsit. Végezetül a szereplők megkezdik a következő évadra való felkészülést. Hőseinket egy jókora fallótos kabala figura képezi ki. A gonoszok pedig beveszik maguk közé a veszedelmes tukán embert. Deka pedig továbbra sem adja fel az álmát, hogy ő legyen a legnagyobb Hokage a világon.